Éppen etetés zajlik a nagyatári menhelyen. Jelenleg 120 kutyát gondoznak itt az Állatvédő Egyesület dolgozói és önkéntesei. Nemrég 1 millió 900 ezer forintot nyertek az Agrárminisztérium pályázatán. Ezt kóborebek ivartalanítására és oltására fordíthatják. Mivel ezt mi mindig megcsináltuk, erre nagyjából megvan a keretünk, ezt inkább olyan kutyák ivartanítására szeretnénk felhasználni, akik házaknál, családoknál élnek, de az anyagi lehetőségeik erre nem adnak lehetőséget. Mindenképpen előtérbe helyezzük az ivartalanítást, sokan ivartalanítás ellenesek, pedig hát a kutya pár nap alatt, maximum egy hét alatt teljesen túl van rajta és teljes életet élhet. És még mindig jobb, mintha megszületik évente kétszer az alom, és kiteszik a kuka mellé zacskóba őket egy-két naposan vagy pár hetesen az erdőbe. Az összeget 70 szuka és 30 kankutya ivartalanítására, oltására és azonosító csippel történő ellátására fordíthatják. Ivet szerint sokan úgy vélekednek, a kutyák ivartalanítása állatkínzás. Ugyanakkor a születendő kölykökkel nem tudnak mit kezdeni. A kiskutyákat sokszor behozzák a menhelyre, pedig ott már így is maximális a kihasználtság. Előfordul, hogy jönnek a környékről és a városból almok, tehát családok keresnek meg minket azzal, hogy fogadjuk be a kicsi kölyköket. Ezt azzal a feltétellel tesszük meg, hogy ivartalanítjuk az anyakutyát mindenképpen, illetve hogyha van ott, akkor egy alkant is természetesen. Erzsébet már 3 éve dolgozik a menhelyen, közmunkásként és önkéntesként is. Nagy barátja az állatoknak, 12 kutyát fogadott örökbe. Természetesen mindegyikük ivartalanítva van. Jól látja, mekkora problémát jelent a túlszaporodásuk. És ez a kóborebekre is igaz. Ez itt Anika, egy keverék szuka. Ötvös kunyiban fogták be a menhely dolgozói, és nem volt egyedül. Az utcán fogtuk be, és 3 kölykével, sajnos ivaros volt, ezért bepárzott, tehát a utcán élt szerencsétlen. Miután bekerült hozzánk, még 2 kölyköt magához fogadott, nagyon szépen felnevelte őt anyaként, ezután pedig ivartalanítottuk őt. A túlszaporulat a felelőtlen kutyatartás következménye. Ráadásul a Magyarországon örökbeadott kutyákat a legtöbb esetben visszahozzák a menhelyre. Sok család nem gondol a hosszú távú következményekre, mondta Ivett. A legtöbb kutyust Svájcba és Ausztriába sikerül örökbeadnunk. Magyarországon gyakran válogatnak az emberek, inkább fajta tiszta kutyát szeretnének, és a 3 éves kutya is már idős nekik, illetve vagy kölyköt választanak, de nem mérik fel, hogy a kölyöknek mennyi mindenre szüksége van, foglalkozásra, tanításra, és később visszahozzák, mert nem bírnak a kölyökkel, vagy a fejükre nől. Nagyon rossz az örökbeadási arány itt Magyarországon, 10-ből 8 kutya leggyakrabban visszakerül. A menhelyek túlzsúfoltságát és a kitett kóborkutyák számát hosszú távon az ivartalanítási akcióval lehetne hatékonyan csökkenteni. Az Egyesület várja azon családok jelentkezését, akiknek anyagi helyzetükből adódóan erre nem futja. A menhely dolgozói segítenek, elviszik az ebeket az állatorvoshoz. Bíznak benne, hogy az akciónak köszönhetően kevesebb elárult kutyakölyök lesz az utcán.